A Szép Művészeti Múzeum, ahogyan még biztosan nem látták, minden furnérlapokkal letakarva, a lépcsőkön munkások követik egymást, az egyik teremben pedig, ahol korábban képek lógtak a falon, most hegesztenek. Két éve, 2015. februárban zárt be a múzeum, belül mindent felújítanak. Több helyen új fűtés és szellőző rendszert építenek, az egyik szerelő munka közben sem vesztette el a humorérzékét. A megújuló múzeumban 2000 négyzetméterrel nagyobb lesz a kiállítótér. Ebből a legfontosabbat itt alakítják ki, a román csarnokban, amit a II. Világháború után raktárnak használtak, pedig úgy néz ki belülről, mint egy bazilika. A csarnok végében egy kapu áll, amit a Szépművészeti Múzeum építésekor egy 15. századi, a németországi Feibergben álló kapuról mintázták. Mikor ugye Németországban a háború alatt több minden tönkrement, akkor a németek innen vettek a kapu rekonstrukcióhoz pontos kopirájtokat. A felújítás költsége eredetileg 6 milliárd forint volt, januárban jelent meg a közbeszerzési értesítőben, hogy a kiadások 2 milliárddal nőttek. A főigazgató szerint ennek egyik oka, hogy az új föld alatti raktárak építése miatt előre nem látott kiadások jelentkeztek, illetve a belső szépítésre is most kötötték meg a szerződést. A restaurációs munkákat tudtuk, az félre volt téve. Azon mi gondolkoztuk, hogy a fővállalkozó, hogy külön bízunk meg restaurátorokat, de ez tűnt a legészszerűbbnek, hogy a fővállalkozó keretén, tehát a szerződéses keretén belül oldjuk meg. Tehát ami most itt zajlik mögöttünk munka, az már ennek a kibővített szerződéses keretein belül zajlik. A román csarnok, vagyis ez a tér, ami 70 éven keresztül zárva volt a látogatók elől, mert raktárként használták, szóval a román csarnok 2018 tavaszán nyílik meg. Az egész múzeum 2018 őszétől lesz látogatható. Borsod István, RTL Híradó, Budapest.